az amatőr természetbúvár. Gerald és Lee Darrell filmje. Az élő fal. Ma jöjjenek el velünk egy múltbéli utazásra. Nézzük meg a varázslatosan szép, de sajnos egyre jobban pusztuló angol vidéki tájat. És hogy is mehetnénk oda stílszerűbben, mint ezen a gőzmozdony húzta vonaton. Az angol mezőket és legelőket évszázadokon át a legcsodálatosabb természetes védőfalókra. A sövénykerítés. A sövény nem csupán a termést védte az ember számára, hanem maga is energiaforrás volt. Amellett vadgyümölcsöt és zöldséget is termett, sőt, néha még orvosságként is fel lehetett használni. Az állatoknak pedig megművelt területek között húzódó, félmillió mérföld hosszú, természetes országutat jelentett. Sajnos az új mezőgazdasági eljárások erősen fenyegetik a sövényeket. Kiirtják őket, hogy nagyobb tábla földhöz és jobb terméshez jussanak. Durván tönkretéve a tábla. Anglia szívében azonban maradt még néhány gyönyörű hely. Egy olyan sövénykerítéshez érkeztünk, ahol még az ősi áthaladási jogok érvényesek. Ez a jel egy egyházközség határát mutatja. Tavasszal a kanyargós utak mente ragyog a sok virágtól, a földeket elválasztó magas sövények meg szinte kifehérednek. Meglepő, hogy néha egy aprócska találmány is hogy meg tudja változtatni az egész tájat. Itt van például ez a darab csúf, de nagyon hasznos szögesdrót. Az amerikai prérin a föld egész arculatát átalakította, mivel az első telepesek ezt használták gyorsan felállítható sövénynek. Az állatokat tartották vele távol a haszonnövényektől. Több mint 1000 évvel ezelőtt az angol földre érkező szászok természetes szögesdrótra leltek a szép galagonyabokor képében. Mivel a galagonya szó a szászok nyelvében sövényt jelentett, nyilvánvaló, hogy miből voltak az első sövények. Eleinte a letört tüskés ágakból építették a kerítést. Később rájöttek, hogy a földbe szúrt ág gyökere tereszt, és állandó élő kerítéseket ültethettek. A galagonya nem csak a lábas jószágot meg a termést vigyázza, hanem a vadon élő állatoknak is védelmet nyújt. Sok állat vonul a galagonya szúrós bástyáinak védelmébe, hogy felnevelje a kicsinyeit. Ezek a fekete rigók például biztonságban tudják a sövény mélyére rejtett fészküket és a fiókákat. Nem kell aggódniuk, amíg kiröpülnek élelmet keresni.
Régen a sövény volt az emberek orvosságos szekvénykéje. A csillaghúrt például azt szedte, akinek hasogatott az oldala. A hűs lóromlevél a csípések fájdalmát enyhítette, főleg a csalán csípését. Vágott sebeket gyíkfűvel kezeltek. Ha valakinek fekélye volt, akár a szájában, akár egy még kellemetlenebb helyen, akkor a sövény közt libapimpót kerestek a számára. A középkori embernek azonban nagyon óvatosnak kellett lennie a sövény közelében, nehogy megrontsák a virághatalmú manók, tündérek és más szellemek, akik mind a bokrok mélyén laktak. Ismertek persze jótékony varázslatokat is, például ha boglárkát dörzsöltek a tehén tőgyéhez, több tejet adott az állat. Vagy csalánt függesztettek föl a tehénistállóban, hogy meg ne alvadjon a tej. A kakuktormától mindenképpen óvakodni kell, mert az a viperáké, és a kígyó megharapja azt, aki hozzányúl. Sajnos épp a legszebb virágokat tartották a legveszélyesebbnek. A Veronikát nem volt tanácsos kivágni, mert ettől szörnyű vihar kerekedhetett, sőt, ráadásul egy madár kiválhatta az illető szemét. Ma inkább azért nem tartjuk szerencsésnek, ha valaki tömegével szedi a vadvirágot, mert akkor nem marad elegendő a következő évi szaporulathoz. Persze, ha szeretnénk néhány közönségesebbet hazavinni, csak rajta, a legokosabb, ha otthon lepréseljük. A növényt a tövéhez közel kell elvágni, hogy sok levél legyen rajta. A tövén található levelek elrendezése sokat segít a növény meghatározásában, különösen akkor, amikor éppen nem virágzik. Fel kell írni, hogy hol és mikor gyűjtöttük, és hogy milyen körülmények között élt a növény. Ha nem jelöljük meg rendesen a gyűjtemény darabjait, könnyen összekeveredhetnek, és akkor már hiába átkozzuk a gonosz manókat. Hogy el ne fonnyadjon a növény, hozzáig tartsuk valamilyen botanizáló szelencében. Erre a magasztos névre persze egy közönséges üdítős üveg is méltó. A sok szép virág, amitől tavasszal és nyáron a sövény csodás kárpittá változik, természetesen nem gyönyörködtethette bennünket a rovarok jelenléte nélkül. Mint hogy a szép formák, színek és illatok is azért alakultak ki, hogy a rovarokat magukhoz vonzzák. Ezeket a tulajdonságokat használja a növény apró hirdetésként, hogy fölhívja a rovarok figyelmét a finom nektárra, akik közben persze a beporzást is elvégzik. A boglárka kelyhében a nektár és a virágpor középen, körben helyezkedik el. Az érkező rovar kénytelen körbe-körbe menni, hogy az összes nektárt felszívhassa, és amíg a kehelyben keringőzik, sok-sok virágport is összegyűjt. Amikor végre tovább repül, egy mezőre való boglárkát visz magával. Ilyen körforgásban szaporodik tehát a boglárka. Vegyünk azonban egy másik növényt, a neve murok. Ő egészen más módszerrel csábítja magához a beporzást végző rovarokat. Az a trükkje, hogy rengeteg pici virágból nagy, sima virágzatot alkot. Ez nem csak jó leszálló pálya, hanem fejedelmi nektárlakoma is a sok rovarnak. A murok virágzata olyan zsúfolt, mint a londoni vagy a New York-i repülőtér. Csak sokkal többféle gép használja, a lepkéktől a bogarakig, a méhektől a legyekig. Más virágok inkább specializálódnak, és egyetlen rovarfajt próbálnak magukhoz édesgetni. Ez a szép kis virág a bükköny. Ugye jól látszik a helyes kis arcocskája. Olyan, mint egy icipici szagos bükköny. A közönséges bükköny megint csak más módon porozódik be. A műveletet csak méhek végezhetik el, mert csak ők elég nehezek ahhoz, hogy a virág alsó szirmát lehúzzák.
Amikor ez sikerült, és eljutnak a nektárhoz, amely a virág legmélyén helyezkedik el, összeakadnak egy különleges kefével. Miközben kúsznak a nektár felé, ez a kefe virágport nyom a méhecskére. A sövények életkorát csak három jegyű számokkal lehet leírni. Mégis van egy módszer, amellyel a pontos adat kideríthető. 30 lépést kell tenni a sövény mentén, és meg kell számolni, hányféle fás növény van a sövényben, és mindegyikük egy évszázadot ér. A módszer egyébként természettudósok alapos feltáró munkáján alapszik. A sövény telepítésekor a gazda egy, esetleg kétféle növényt ültet. Aztán az évek során a természet kis magvetői jóvoltából más növények is megjelennek. Hol egy madár ürülékéből származik a mag, hol egy mókus rejti ide az ennivalóját, aztán megfeledkezik róla. Ismert életkorú sövényeket vizsgálva jöttek rá, hogy nagyjából egyféle fás növény honosodik meg egy évszázad alatt egy sövényben. Ebben a sövényben 30 lépés alatt 9 különböző fásfajt találtunk, tehát a sövény körülbelül 900 éves. Ez azt jelenti, hogy ez a sövény már a Westminster székesegyház és a londoni Tower építése előtt itt állt. És az én szememben legalább olyan értékes és tiszteletreméltó emléke az angol történelemnek, mint a két nevezetes épület. Valamikor régen Anglia nagy részét erdőségek borították, de az ember fokozatosan kiirtotta őket. Az angolban még a mező szó is abból származik, hogy kivágták a fát. Aztán, amikor megszülettek a mezők, velük együtt jöttek létre a sövénykerítések is. Sok állat költözött át a sövények közé, amikor eredeti otthonától meg kellett válnia. Az egyik legkisebb és legbájosabb teremtés a sövény lakói közt a cickány. Ez a parányi, folyton sürgőforgó állat olyan szédületes tempóban él, hogy emlős helyett elmehetne kolibrinek is. A cickány valóban azért eszik, hogy éljen, és nagy adagokat fogyaszt, mert rohanó életstílusa állandó utánpótlást igényel. A sövények közt a földeken él a kedves törpeegér. Az ő szemével nézve a fűszálak fatörzsnek tűnnek, egy csiga pedig sziklaszirtnek. A törpeegér úgy mozog, mint egy liliputi kötéltáncos. Ügyes lábujjacskáival megragadja a fűszálak tövét, és a farkát himbálva egyensúlyoz. A farkát kapaszkodásra is használja. A fűszál köré tekeri, ha úgy érzi, a lábával nem tudja jól tartani magát. A törpe egeret először egy angol természetbúvár, Gilbert White írta le 1767-ben. Egy barátjához intézett levelében lelkesen számolt be arról, hogy kétségkívül új fajra bukkant, hiszen két törpe egér tette ki egyetlen rész félpenis súlyát, ezért nyilván ők a legkisebb négylábúak Angliában. A sün az egyik leglármásabb sövénylakó. Védelmet nyújtó tüskésbundája miatt nem fél zajt csapni. Esténként a hangja egy súlyos náthával küszködő ember szuszogására hasonlít. Füllel követhetjük, amint bogyót vagy házatlan sikát keresgél. Én már részeg sünöket is láttam, akik az erjedőben lévő lehullott almától és szőlőtől rúgtak be.
A részeges sünök ordítoznak, kötekednek, verekednek, pont úgy, mint az emberek. A sün nem éppen futóbajnok. Egyetlen önvédelmi módszere, hogy tüsk és gombócá gömbölyödik. Azért elég könnyű felemelni, ha egy zsebkendőt vagy a jackinket is használjuk, és az állatot szépen belegöngyölítjük. Így. Tessék, már meg is van, és meg se szúrtam magam. Nem titok, hogy a sünnek bolhái vannak, de oktalanság félni tőlük, mert sokkal jobban szeretik a sünt az embernél. Ideje, hogy a sövény többi emlősét is tüzetesen megszemléljük. Őket már nem olyan egyszerű fölkapni, mint a sünt, ezért kénytelenek leszünk csapdát állítani. Már az egész világon fogtam állatokat. Csapdámba esett néhány óriási patkány Nyugat-Afrikában, a tobzoska Malajziában, a kúszósül Dél-Amerikában. Tapasztalataimat úgy foglaltam össze, hogy a csapdát szállodaszerűen kell kiképezni, vagyis mindig biztosítani kell az állatnak a kosztkvártét. A csapdát puhán ki kell bérelni, hogy az állat jól érezze magát benne, amíg érte nem megyünk. Sok eledelt is tegyünk bele, hogy legyen mivel elfoglalnia magát. Olyan helyre kell tenni a csapdát, ahol a leginkább valószínű, hogy magához vonza a vadat. Tehát a csapáson, ahol szaladni szokott az állat, vagy például közel a barlangjához. A csapda nyílását úgy állítsuk be, hogy ne gyűjjön össze benne a víz, ha esik az eső. Aztán álcázzuk, amennyire csak lehet, és a nyílás elé szórjunk egy kis csalit. Bármilyen összkomfortos a csapdánk, rendszeresen kell ellenőriznünk, hogy a lehető leghamarabb kivehessük belőle az állatot. Egy kis erdei egeret fogtunk, de nem vittük haza, hanem inkább egy műanyag dobozba raktuk, hogy szemügyre vehessük. Ha jó minőségű a műanyag, akkor fotostúdiónak is megteszi, olyan szép a természetes fény meg a háttér. Az erdei egérnek is jobb így. Nem teszi próbára a hosszú, zögykölődő utazás, és a végén nagyjából ott lehet szabadon bocsátani, ahol eredetileg fogságba esett. Az erdei egérre ezer veszély leselkedik, mert sok állatnak a kedvenc eledele. Legkivált talán a menyét kedveli. A kicsi, csinos menyétek valójában igen kegyetlen ragadozó. Izmos testük hihetetlenül gyors, és roppant könnyedén tudnak fára mászni. Szaglásuk is rendkívül kifinomult, és ha egyszer nyomon vannak, nagyon ritkán hibázzák el a fogást. Az erdei egér pillanatnyi előnyt szerzett, de a menyét nem adja föl. Még a föld alatt sincs biztonságban, mert a menyét úgy hatol be a szűk barlangokba is, mint kés a vajba. A sövény környékének másik csöndes, de végzetes ragadozója a gyöngybagoly. Ha akad egy ősi, odvas fa a sövény közt, a bagoly nyomba bele is költözik, hogy közel legyen a kedvelt kis emlősökhöz.
Tojásai körülbelül egy hónap múltán kelnek ki. Bevallom, hogy szerintem egy bagolyfióka kizárólag a mamája szemében tűnhet bájos csöpségnek. A tojástól nedvesen olyan, mintha egy nagyon elszabott műanyag hacukába bújt volna. Pár hét alatt kinő rajtuk a fehér pihe, de ettől csak még nevetségesebbek. Amíg cseperednek az utódok, a szülők ki se látszanak a munkából, annyit kell táplálniuk őket. A baglyok egyben nyelik le az ételt, majd később kis galacsinokban visszaöklendezik az emészthetetlen csontokat, szőröket, mi egyebet. Ezek a kis köpetek valóságos természettani leletek. Ha feltörjük és óvatosan szétszedjük, elénk kerül a sok csont, karom, csőr, rovarszárny, a bagoly étrendjének holt emlékei. A bagoly köpeteiben talált ismeretlen csontok néha új fajok felfedezéséhez vezettek. Az éjszaka vadászó baglyoktól nappal a vörös vércse veszi át a terepet. Ez a ragadozó minden moccanásra figyel a mezőn, mert ő maga szinte mozdulatlanul képes a levegőben maradni. Aztán zuhanó repülésben csap le gyanútlan áldozatára. A zsákmányt kedvelt étkező helyére valami póznára viszi. E szokása miatt könnyű megfigyelni a madarat. Ha megtaláltuk a tollait és az áldozat prémjét, csak várni kell, mert oda-vissza is fog térni. Valahányszor egy levegőben úszó vörös vércsét látok, elfog az irigység, hogy nekik milyen pazar kilátásuk van a mezőkre és a sövénykerítésekre. Persze, magunk is vércsévé válhatunk, például így. Léghajón nem csak az utazás kényelmes, hanem az egész ősi, szabálytalan szántóföld mintázatot is láthatjuk, a rápögyögetett városokkal és falvakkal együtt. Az évszázadok során véletlenszerűen létrejött színes roncszőnyeget. A magasból, a vörös vércse táblatából érzékelhető a sövények hatalmas sora és összetettsége, s hogy milyen fontosak a táj életében. Élő falként védelmezik a földeket és menedéket nyújtanak az állatok számára. Úgy szállunk haza az alkonyi égen, mint a gyermeklánc fű pihéi. Közreműködött Bajza Viktória és Bicskei Tibor. Magyar szöveg Barabás András, szakértő Boks Ilma, szerkesztő Szent Istványi Rita, vágó Karácsony Gabriella, hangmérnök Almási Péter, gyártásvezető Füredi László. Szinkronrendező Beregszászi Mária.
Még ma is ámulattal tölt el, hogy a folyók, sőt a legnagyobb folyamok is, mint az Amazonas, a Nílus vagy a Brahmaputra így kezdik. Először csak pár csepp víz csörgedezik a hegyoldalon, aztán szélesedik, mélyül, dagad, míg végül hatalmas csillogó verőérként húzódik át a tájon. Aki legközelebb is velünk tart, azt a folyókban és a környékükön élő állatokkal ismertetjük meg.